Itt az idő, az emberek nagy része kiéhezett a változásokra, mondta Gelencsér Attila. A polgári oldal 8 éve vár a változásra. A 2006-os ősződi beszéd óta a baloldali érzelműek nagy része is, tette hozzá. Az ajánlószelvényeket február 8-ától kezdik kézbesíteni, amelyek gyűjtésére a Somogyi 2-es választókörzet fideszes képviselőjelöltje szerint soha nem látott számú önkéntes segítő jelentkezett. A változás iránti írtózatosan nagy igény egyik jele, hogy közel 500 önkéntes jelentkezett abban a választókörzetben nálam, a Somogyi 2-esben, ahol én jelölt lehetek segítségre, ami soha nem látott mértékű segítőkéz. A fideszes aktivisták mindegyike, aki részt vesz a gyűjtésben, a visszaélések kivédése érdekében megbízó levelet és hivatalos, a jelölt arcképével ellátott igazolványt fog kapni. A korábbi rossz tapasztalatokból okulva új biztonsági elemeket is beépítettek az ajánlószelvényekbe. Idén speciális festékkel nyomják a kopogtató cédulákat, ami egy perforált mezőt is tartalmazni fog a másolás megakadályozására. Sokan nem tudják, hogy csak a helyesen kitöltött és megfelelő kezekbe átadott szelvény érvényes. Az ajánlószelvényen lévő valamennyi adat az évszámtól egész az aláírásig a jelölő által kitöltendő, tehát a Választási Bizottság nem fogad el olyan ajánlószelvényeket, amelyek nem tartalmaznak a jelölt, illetve a párt szervezet nevét, vagy hiányosak, vagy másik tollal töltötték ki. A jelölteknek egyébként 750 érvényes kopogtató cédulát kell összegyűjteniük. A szelvények gyűjtése Somogy megyében is a jövő héten kezdődik.